Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket újra itt a képernyők előtt. Ez itt az Enigma, a Fix Televízió geopolitikai műsora. Megkülönböztetett figyelemmel és szeretettel köszöntöm kedves vendégünket, Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértőt is itt a stúdióban. Jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket! Mai adásunkban folytatjuk néhány hete megkezdett balkáni körképünket, és azokkal az országokkal fogunk foglalkozni, amelyek nem tartoznak hagyományosan az úgynevezett nyugat-balkáni régióba, viszont nagyon fontosak mind regionális, mind részben európai szempontból. Jelesül itt elsősorban Görögországról, valamint Romániáról, Bulgáriáról, és a műsor második felében pedig Ukrajnáról is fogunk beszélgetni. Hát vegyük először logikai sorrendben Görögországot, hiszen mégiscsak az Európai Unió egyik legrégebbi tagjáról van szó a térségben. Tradicionálisan, történelmileg mindenféleképpen az egyik legnagyobb tradíciójú, legmélyebb történelmű országról van szó. Egy olyan országról van szó, amely akármilyen gazdasági problémákon is ment át az elmúlt években, jogos öntudattal állítják lakói azt, hogy nem Európa, nem Görögország csatlakozott Európához, hanem Európa csatlakozott Görögországhoz, hiszen a görögök találták ki magát, Európát is. Úgyhogy ezzel az öntudattal tulajdonképpen azt kell, hogy mondjuk, hogy egy erős hadsereggel rendelkező, nem annyira ingatag gazdaságú ország, talán Görögország, mint amennyire ez az utóbbi években feltűnt, és mindenképpen a Balkán egyik meghatározó országa. Merre tart maga Görögország? Hát, hogyha azt nézzük, hogy Görögország fekvése, földrajzi fekvése rendkívül fontos Európa szempontjából, és hát az a sok-sok sziget, amely a kontinentális Görögországhoz tartozik, meghatározó jelentőségű az ország életében, elsősorban turizmus szempontjából, meg hát egyébként a görög kultúra, azt hiszem, hogy az vitathatatlan. Vitathatatlan az, hogy mint turisztikai helyet nagyon sokan látogatják a szigeteket különös tekintettel, Magyarországról is, általában Európa keleti részéről sokan mennek oda, és hát azt kell mondanom, aki már volt, a gyönyörű, szép, tiszta tenger, ez szép ország, árban elérhető, ebben szerepet játszott az a gazdasági törés, amely az ország életében előfordult. Hát azt látni kell, hogy ebből a komoly gazdasági válságból, amikbe ők belekerültek, úgy is mondhatom, hogy amiben ők belelovalták saját magukat, mert azért hát tudni kell a görög lélekről, hogy nem kifejezetten a munka köré csoportosulnak a gondolataik, de hát általában a mediterrán országban természetes dolog, az nekünk kicsit furcsa, ez a déli siesta, 9-10 órakor kezdenek dolgozni, aztán utána szünet, de este viszont elég sokáig élnek, tehát tulajdonképpen náluk az éjszaka az úgy egy óra felé kezdődik, aztán utána nyilván valami alvásra is szükség van. Szorgalmas nép, azért azt el kell mondani mindenek ellenére, hogy bizonyos lazaságot lehet náluk tapasztalni, meg hát hajós nép is, azt sem szabad elfelejteni. És ő náluk ugye főleg a kereskedelmi hajózás igen fontos szerepet játszik, azt hiszem nem vitatható, hogy miért. Ugyanakkor, hogyha a geopolitikai adottságait nézzük, hát ott van mellette mindjárt keleti oldalon Törökország, akivel soha nem voltak jóba, tehát mindig van valami olyan vita a két ország között, ami mind a két országot arra kényszerítette, hogy erős hadsereget hozzanak létre egymással szembe, és ha rossz hiszeműek akarunk lenni, és hiszünk a különböző pletykáknak, bár szerintem nem pletyka, akkor el lehet mondani, hogy a görög hadsereget azért tartják ilyen magas szinten, náluk nincs probléma a 2%-kal, náluk inkább 3-4%-ot költenek a fegyveres erők fejlesztésére, hogy Törökországot próbálják ellensúlyozni. Ugyanakkor azt is látni lehet a görögöknél, hogy ami a fegyver beszerzéseiket illeti, nyugatról is és keletről is szereznek fegyvert, tehát meglehetősen sok orosz haditechnikai eszközt vásároltak, ami nincs morgás. Tehát amikor látjuk, hogy Törökország is vásárol ugye mostanában Oroszországtól, akkor kígyót, békát kiabálnak rájuk. Görögországnál elfogadták ezt a dolgot. Hát nyilván más ára van egy orosz haditechnikai eszköznek, mint mondjuk egy nyugatinak. Fejlettség tekintetében persze nyilván
nyilván vannak különbségek, de hát Görögország azért elég keményen fölfegyverkezett, és ebben benne van az is, hogy mivel NATO tagok, NATO alapító tagok, ezért azt is figyelembe kell venni, hogy NATO az, amely megakadályozta folyamatosan azt, hogy Görögország és Törökország között konfliktus van magyarul, hogyha kiéleződtek a különböző problémák, akkor a NATO részéről próbáltak rajtuk, idézőjelben mondtam, segíteni, hogy megoldódjon ez a konfliktus, ami ott van. Mindig Ciprus volt a puskaporos hordó? Hát Ciprus volt a puskaporos hordó, és hát most is ugye Ciprus megosztottsága az egy, úgy néz ki, hogy elég hosszú ideig tartó folyamat. Hát a törökök nem akarnak onnan nagyon kivonulni Ciprus északi részéről, és hát emiatt vannak viták. Egyik fél sem hajlandó lemondani róla nyilván. Lemondani nem akarnak, és hát Törökország EU csatlakozásának ugye ezer egy problémája van, tehát nem csatlakozhat, de többek között az is benne van, hogy Törökországnak ki kellene vonulni Ciprusról teljes egészébe, ami Törökországnak eszébe sincs, tehát ezért a csatlakozás nem reális. Hát a görögök pedig úgy vannak ezzel a témával, hogy ők szeretnék azt, hogy a törökök hagyják el Ciprus területét. Ez egyelőre egy megoldatlan kérdés. Háború ebből nincsen, viták vannak, de hát mindkét fél igényt ad egyébként szép szigetre, hát ez is érthető dolog, hogy ez miért van. Ami a görögöknek a hozzáállását illeti, az Európai Uniós hozzáállását illeti, azt kell mondom, hogy aktív tagjai az Európai Uniónak is, és pozitív hozzáállást tanúsítanak. A 2015-ös menekültválság azért erősen rányomta a bélyegét a görög gazdaságra is. Gondolom nem nettó befizető országról beszélünk azért. Nem nettó befizető országról beszélünk, és az a válság, a gazdasági válság, ami náluk volt, tulajdonképpen a németeknek köszönhető, hogy kellő pénztámogatással, illetve hát az IMF-nek is köszönhető, hogy kellő támogatást kaptak ahhoz, hogy ebből azért többé-kevésbé kijöttek, tehát olyan borzalmas nagy problémák nincsenek, tartozások vannak, nagyon keményen megfizették az árát annak a rendbetételének, fizetéseket csökkentették, nagyon sok embert elbocsátották, nyugdíjat csökkentettek, de érzékenyen, tehát azért ez a lakosságnál azért nem volt olyan könnyen elfogadható. Máshol volt a fájdalom küszöb, azért tegyük hozzá, 13., 14., 15. havi nyugdíjat is fizettek, olyan szociális ellátások, olyan juttatások jártak a görög társadalom többségének, amiről itt Magyarországon álmodni sem merne senki. Nem olyan akartam, komoly fizetések voltak. Nem hogy... akartam mi most sajnálni őket, tehát nem élnek. Azért nem éltek, és őket. Most sem élnek. Igen, rosszul. És tulajdonképpen meg lehet érteni azt, hogy az Európai Unió az euróval fizetőkről most azokról beszélek, ugye, amikor gyűjtöttek Görögországnak, hogy adjanak pénzt, akkor a szlovákok mondták azt, hogy hát bár náluk olyan lenne az életszínvonal, mint Görögországban, ők nem sokkal akarnak hozzájárulni, mert hát Görögországban sokkal jobban élek, mint Szlovákiában. Hát valahol ebbe is van igazság, itt nehéz igazságot tenni. Ugyanakkor van egy szolidaritás is, és meghatározták azt, hogy melyik országnak hogyan kell hozzájárulni, és ugye van az elf, hogy ma én, holnap te, tehát segítsük egymást, hogyha valami baj van. Nyilvánvaló nincsen olyan tragikus állapot, de azért meg kell mondani azt, hogy kemény intézkedéseket fogadott, nem maguktól. Tehát a németek is megmondták, hogy az IMF is, hogy ez nem kaptok érdekes. Pénzt, ha ezt meg nem fogjátok valósítani. Európának ez egy sajátos problémája egyébként, ugye a nyugat-keleti ellentét, nagyon komoly munkamorálbeli, nagyon komoly mentalitásbeli, nagyon komoly történelmi feszültségek és különbségek vannak, legfőképpen egyébként éppen a két szélsőséges pont Németország és Görögország között. Tehát a németek nagyjából mindent máshogy gondolnak és mindent máshogy csinálnak, mint a görögök. A görögök meg nagyjából minden szabályt megszegtek és áthágtak, amit az Európai Unió elvárt volna tőlük, és ezt sokáig büntetlenül is tehették. Tehát éveken keresztül tényleg lábbal tiporták az összes költségvetési hiányt, az összes monetáris gazdasági fegyelmet, stb. Stb. Egyszer utolérte őket a gyorsvonat, és elütötte. Hát én magam is tapasztaltam Görögországban, hogy nem csak az utolsó kis egzotikus szigeten, de Athén szívében lévő vállalkozások is. Én nem tudtam úgy bemenni egy boltba, hogy számlát kaptam volna. Senki nem adott számlát. Senki. Egy semmilyen vállalkozásban nem adtak számlát. Tehát, hogy egyszerűen nem fizettek adót a bevételeik után. Hát egyszer jött egy olyan gazdasági környezet, amelyik ezt már nem tűrte el.
És ez is nagyon érdekes, hogy miközben a németek morogtak a legtöbbet a görögökre, mégis ők segítettek rajtuk a legtöbbet anyagilag. Hát erre tudom azt mondani, hogy ez a mediterrán lezserség, és ez a Görögországban különösen érvényesül. Én nem azt mondom, hogy ott borzalmas nagy szegénység van, és nagyon rosszul ülnek az emberek, de rosszabbul élnek, mint korábban. Ez mindig viszonylagos, tehát mihez képest. De ott tartottunk, hogy volt az a gazdasági válság, ami őket nagyon-nagyon-nagyon negatívan érintette. A következő pedig a menekültválság, a 2015-ös, amikor viszont tömegével érkeztek oda az emberek, különböző csónakokon, különböző hajókkal, hajótársaságokkal, és tulajdonképpen a görög szigeteket elég tisztességesen ellepték, meg hát a kontinentális területet is. És ez felkészületlenül érte a görög hatóságokat? Hát mi alapján készültek? Kit nem ért ez az egész 2015-ös invázió felkészülte? Senkit nem ért felkészülte, csak ők közelebb voltak a tűzhöz. Oda mentek leggyorsabban, legelőször, és hát nyilván, hogy nem tartották ők be azt a szabályt, mint ami a schengeni országoknak ugye meg van határozva, de amikor nálunk arról beszélünk, hogy a külső határok védelme, akkor aki ezt mondja, hogy ez az egyszerű dolog, az nézze rá a Görögország térképére, meg a szigetekre, és próbálja megszervezni ott a védelmet, ez lehetetlen. Tehát annyi sziget esetében persze vannak lakatlan szigetek is bőven, de itt most én azokról beszélek, ahol emberek laknak, ahol föl vannak készülve arra, hogy turisták tömege megy oda. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy áprilistól október végéig, tehát majdnem az egész év folyamán, és hát ez megszűnik egyik percről a másikra, mert ezek az emberek oda mennek, letaroltak ott nagyon sok mindent, és a görögök meg azt hitték, hogy akkor majd mennek tovább, Európa befogadja őket, elszállítják innen, szolidaritás elve ugye hogyan működik, ami az Európai Unió egyik elve, hát ez nem jött be. Úgyhogy ebből adódóan Görögországban még mindig legalább olyan 60 ezer menekült van, akik fene tudja, hogy hova fognak kerülni. Tudom, hogy cserének itt Törökország esetében ugye adnak vissza, akiket onnan átadnak, de ez nem olyan nagyon gyorsan megy, tehát ez Görögország számára további súlyos problémát jelent, mert a legtöbb bevételt hozó turisztikai ipart ez nagyon-nagyon érinti, és hát nyilvánvaló, hogy ez, ezen keresztül hogy az egész ország számára egy fontos bevétel kieséssel jár. Hát ami a görög politikát illeti, az Európai Unión belülük azért igyekeznek beilleszkedni, de azért megvannak a sajátos véleményeik, tehát ők azért néha keményen ellentmondanak, meg azokat a szigorú szabályokat, amiket meghatároztak nekik, hát nyilván nagy tesztéssel nem fogadták, fogcsikorgatva fogadták, hogy az igazságot mondjuk, hogy mi történt ott. Ugyanakkor azt lehet látni, hogy az infrastruktúra szempontjából jól állnak, útjaik jók, és hát az a rengeteg tengeri forgalom, a hajózás, ami ott nekik működik, és hát onnan különböző kompokkal lehet menni akár a mediterrán déli része felé, tehát akár az arab országok irányába, vagy akár Olaszország felé is rendszeres kompok vannak, tehát tulajdonképpen ott azért turizmuson kívül még azért bőségesen van kereskedelem is. Ami a turisztikai helyeket illeti belül, az országon belül rendbe tartják, sok van, szép van, örömmel mutogatják, és hát a görög kultúra, amivel kezdtük a beszélgetést, tulajdonképpen tényleg Európa ősi kultúrájának egyik olyan alapja, amire az európai kultúra is büszke lehet, és hát ők is azt mondják, hogy mi voltunk az anyácska Európa esetében. Szomszédság politikájukat illetően, hát a törökökkel nyilván a kapcsolat NATO ország lévén olyan, amilyen, tehát nem jobb egyáltalán, mint ami volt, tehát hogy hideg béke mondható el rájuk, nem különösebben szeretik egymást, és hát a határokat azért nem csak a törökök őrzik meg, akadályozván az, hogy onnan eljönnek, hanem azért görögöknél is elég jól működik a határőrizet, ettől függetlenül nyilván hermetikus határőrizetről nem beszélhetünk. A északi szomszédaikkal jóban vannak, tehát Bulgáriával különösebb problémájuk nincsen, elég jó a gazdasági együttműködés, hát nyilván vannak viták. Hát aztán Macedóniával, Észak-Macedóniával most rendeződött. Uh-huh. Tehát tulajdonképpen Görögország volt az, aki még Macedónia volt, addig betartott
annak, hogy NATO tag legyen. Most már, mivel megtörtént a népszavazás, ratifikálták az eredményt, görögöknek most már ezekkel különösebb problémájuk nincsen. Hát azt azért lehet látni, hogy jelenleg mondjuk náluk eléggé határozottan kijelenthető, hogy a biztonsági szempontból a legnagyobb problémát egyértelműen az ott lévő nagyszámú menekült jelenti. Lépjünk tovább, menjünk egy kicsit keletebbre. Bulgáriáról nagyon keveset hallani, olvasni mostanában, holott nemrég csatlakozott Európai Uniós tagország, holott évtizedeken keresztül a magyar turizmusnak egy nagyon kedvelt színhelye, célpontja, desztinációja volt Bulgária, különösen a Fekete-tengeri partvidéke, nagyon híres és kényelmes és rendkívül olcsó tengerparti üdülőhelyek voltak. Hol tart most Bulgária? Az Európai Uniós csatlakozás óta eltelt időben beindult-e valami fajta felzárkózás a bolgár gazdaság részéről? Szerkezetátalakítások történtek-e? Uniós intézményrendszer kialakult-e? Határvédelem van-e? Részt vesz-e a nemzetközi vérkeringésben? Hogy áll a NATO-val? Stb. Úgy érzem, hogy Bulgária esetében rengeteg fejlődés történt az Európai Unióhoz történő csatlakozást illetően. Hát a NATO-ba azt a szerepet, amit egy geopolitikailag fontos területen lévő országnak be kell tölteni, az Bulgária betölti, mert hiszen amikor a Varsói Szerződés is működött, akkor is erős hadserege volt, viszonylag stabil légiereje, és természetesen haditengerészeti a Fekete-tenger miatt, és tudjuk azt, hogy a Fekete-tenger azért meglehetősen fontos pozíciót tölt be védelmi szempontból is. Ugyanakkor látni kell az Bulgária esetében, hogy hát meglehetősen szegény országnak számított, tehát tulajdonképpen Romániát és Bulgáriát egy szinten említették az EU-n belül, de Bulgáriát Románia után sorolták. Hát ennek az az oka, hogy mezőgazdasági alapvetően ugye az ország ipara nem olyan sok volt, de viszont ami volt, az a turizmus. Ami régen is jó volt, azzal mondjuk nem feltétlenül értek egyet, hogy olyan olcsó. Olcsó volt. Most már fölmentek, elég tisztességesen fölmentek az árak. Hát úgy tudom, hogy nagy beruházások történtek a tengerparton, nagyon komoly szállodaláncok épültek. Azt mondanám, hogy óriási beruházások történtek. És végig tulajdonképpen az Aranyparton nyugati cégek, főleg francia cégek gyönyörű szállodákat építettek. Na most ehhez megfelelő árakat. Tehát tulajdonképpen nyugati árak vannak. De beruházásoknak meg kell térülnie. Valamikor meg kell térülnie. Szépen kiépítették a tengerpartot. Most már össze van kötve autósztráda, tehát végig az országon át lehet menni, ha valaki Szerbiából érkezik, strádán a tengerpartig, kiváló strádát építettek, úgyhogy tulajdonképpen az infrastruktúra rendelkezésre áll, és azok a turisztikai helyek, illetve hát a tengerparti nyaralók tényleg nem különböznek más területektől, és nem szabad elfelejteni azt, hogy a Fekete-tengernek a vize ott tiszta, tehát ott a komoly ipar nincs, ebből adódóan nem szennyezik a tengerpartot, hát az Aranyparton, hogyha valaki végigmegy, lehet látni, hogy tényleg nyugati színvonalú szolgáltatás van, nyugati színvonalú árakkal, keverve a bolgár vendégszeretettel és kedvességgel, mert ők tényleg azok. Hát ugyanakkor nyilván, mint minden más balkáni ország esetében, és nem csak balkáni ország esetében működik a szervezett bűnözés, sajnos elég magas szinten van a különböző csempészet, kábítószer, stb. Ezek azért sajnos Bulgáriában is működnek. Ők azért a szovjet érából megörökölt hagyományos, nagyon erős szovjet függés, orosz függés mellett azért történelmileg nagyon mély gyökerekkel rendelkeztek a török kapcsolatokkal. Ezek megvannak még most is? Ezt akartam éppen most kihangsúlyozni, hogy nem is gondolná az ember, most utána néztem, hogy Bulgária lakosságának 10%-a muzulmán. 10%-a. Na most ugye mi rettegünk, hogy jaj, mi lesz Ausztriában, már lassan ott tartunk, hogy 10% a muzulmánok létszáma.
Bulgáriában már régóta úgy van, az utóbbi időben már csak nőtt azzal, hogy mentek, tehát meglehetősen szoros kötődés volt. Tehát elsősorban a törökökkel, török ország ugye korábban nagyon rossz viszonyban voltak, hát a szovjet érában nyilván ott egy kemény határ volt a bolgár-török határon, és tulajdonképpen kerítés van ott is, arról megint keveset szoktunk beszélni, sok területen a török határ felé kerítés van, volt is régebben, tehát nem a 2015-ös menekült válság, akkor is építettek újat, de korábban is volt kerítés, és ez egy meglehetősen keményen őrzett terület volt, amikor még a Szovjetunió fennhatósága alatt volt Bulgária, és hát Törökország, mint NATO ország, Törökország, mint nagy ország azért számukra meglehetősen sok problémát okozott, és hát ellenséges szövetségesi rendszer. Így van, de ez megszűnt. Tehát azzal, hogy szétesett a Szovjetunió, megváltozott a bolgár politika, a Bulgária a nyugati világrendszerhez kezdett el tartozni, és folyamatosan felzárkózott, ezzel párhuzamosan igen megjavult a törökökkel történő együttműködés. Na most ebből azért az is következik, hogy Törökország nyugati részéről elég sokan járnak át Bulgáriába, tehát itt van azért egy lakosságcsere, egy mozgáscsere, munka lehetősége szempontjából is kölcsönösen előfordulnak mozgások, tehát tulajdonképpen azt lehet látni, hogy Bulgária nyitott Törökország felé, és Törökország természetesen, mint befogadó ország, erre a ajánlatra nyitva volt. Hát Romániával korábban voltak azért viták, meg mindjárt a Szovjetunió szétesése után azért elég sok voltak területi viták is, de hát ott van ez a Dobrudzsai terület, igen, igen, ott azért van. Voltak némi viták, igen. Ebből a szempontból ugye magyar és bolgár viszonylatban voltak bizonyos együttműködési lehetőségek, de hát tulajdonképpen ezt a területet, azt, hogyha ránéz ember a térképek, a Duna a határvonal, ott pedig már a Duna az meglehetősen széles, mert ugye lassan közeledik a Fekete-tenger felé, tehát ott azért a Duna az egy igen kemény természetes határt jelent, és sajnos a két ország között nem sok átkelési lehetőség van, tehát két Dunahíd valamin át lehet menni, aztán a többi az már gyakorlatilag nem is működik. Ami a bolgár gazdaságot illeti, azt lehet mondani, hogy az utóbbi időben az erősödött. Ebben benne van az, hogy normálisan használták fel az EU-tól kapott pénzeket, és hát ennek következtében a magángazdaságokat fejlesztették. Hát Bulgáriának nagyon jók a természeti adottságai, mezőgazdasági szempontból tudjuk, hogy nem csak a rózsát termelek ott, hanem a bulgár zöldségek például közismertek, igen, kiváló minőségű. Bulgár konzervek egy időben nagyon híresek voltak. Kiváló minőséget tudnak most is előállítani, úgyhogy ezen a területen is előléptek, privatizáltak sok mindent. Ezeket még a szocializmus idején létrehozott nagy vasgyárokat, meg egyéb üzemeket, azokat szépen bezárták, leépítették, és hát tulajdonképpen rámentek ők elég intenzíven az idegenforgalomra. Hát ott is elég hosszú ideig tart a nyár, úgyhogy ezt ki tudják használni. Hát meg ugye átmenet Törökország felé, tehát út szempontjából is meglehetősen fontos, és talán egyszerűbb átütni Bulgáriából Törökország felé, mint Görögországból. És homokos a tengerpart, és elképesztően finom, apró szemcsés homok van. Kifogástalan és tiszta. Családok imádják ezt. Kifogástalan, tehát és biztonságos. Ezt még nem mondtam, hogy egy nagyon lényeges kérdés, hogy azért a tengerpart biztonsága. Tehát azért meglehetősen komolyan ellenőrzik. Én azt mondom, hogy turizmus szempontjából egy jól megközelíthető és kellemes terület. Hát sajnos át kell menni még mondjuk hozzá, hogy oda el akar menni az ember, viszonylag hosszabb utat kell megtenni, hát át kell menni Szerbián, Románia felé nem célszerű menni, mert ott a hídon nem van egyszerű az áthaladás, meg hát Romániában, mivel strádák nem nagyon vannak, csak kisebb szakaszok, ezért, hogyha valaki arra megy, akkor nyilván Nis felé megy, de érdemes, tehát én mindenképpen tudom ajánlani Bulgáriát ebből a szempontból is. Ami a szerepüket illeti, akár a NATO-n belül, akár az Európai Unión belül, azt tudom mondani, hogy olyan különösebb probléma nem volt. Tehát mindenben támogatók,
haditengerészetüket NATO szempontjából elég tisztességesen fejlesztették, légierő még volna mit fejleszteni, ők is gondolkodnak korszerű repülőgépek beszerzésén, de hát ezek viszont meglehetősen húzós költségek. Úgyhogy ők egyelőre úgy vannak, hogy ez kiválnak. Az orosz kapcsolatuk hogy áll? Tehát nem olyan, mint volt. Olyan. Tehát volt egy időszak, mindjárt a rendszerváltás követően, amikor nagyon rossz volt, tehát kifejezetten rossz volt. Aztán utána se hideg, se meleg, tehát azt mondom, hogy langyos. Langyos, mert hát oroszoknak teljesen világos, hogy Bulgária nem fog megváltozni, tehát nem fog átállni arra a vonalra, ami volt korábban, marad a Nyugati Szövetség tagja, és ez elég egyértelműen bizonyítják, és ezt azért deklarálta, különböző olyan gesztusokat tette Nyugat felé, ami egyértelműen bizonyítja azt, hogy hát Nyugat szerves részéhez tartozik. Hát ami probléma az, hogy nem tagja még a Schengeni övezetnek Romániával együtt, nekünk Magyarországnak jó lenne, ha mind a két ország tagjával válna a Schengeni övezetnek, mert az azt jelenti, hogy egy összefüggő terület jönne létre, mindjárt ugye ott van Bulgária, illetve Bulgária mellett ott van Görögország, és hát ezt ők lennének kibővülni. A szűrők, igen. Ők lennének a szűrők, az nekünk jobb lenne, nekik is jobb lenne, mert azért ez csak megkönnyíti a határon történő átkelést, akár Romániát, akár Bulgáriát nézzük, de hát ez sajnos még nem következett be. Remélhetőleg talán az új Európai Uniós választásokat követően az új parlament, illetve hát a bizottság talán lép ezen a területen. Szó volt róla korábban, mindenféle ígéretek elhangzottak, de konkrét lépést nem tettek. Hát ez az én megítélésem szerint abból a szempontból sem történt meg, mert ugye jött ez a menekült válság, és az Európai Unió nem akart koloncot a nyakába venni, hogy itt most megint megnyissa a határokat, akkor még egyszerűbb lenne a határokon történő átkelés. Beszéljünk egy kicsit keleti szomszédunkról, Romániáról. Egy nagy országról van szó, európai viszonylatban legalábbis, hatalmas gazdasági kincsekkel, tartalékokkal, elég nagy potenciálokkal, és nagyon komoly gazdasági fejlődéssel az elmúlt évekre visszatekintőleg, és a NATO-ban is igen nagy aktivitással. Ők úgy tűnik, hogy korábban nyitottak például az amerikai fegyvervásárlás és rakétatelepítés felé, mint Magyarország. Hogy tudják ezt kamatoztatni, milyen az elhelyezkedésük, a pozíciójuk az Európai Unión belül, a NATO-n belül, biztonságpolitikai szempontból hol helyezkedik el most Románia? Ha Romániáról kell beszélni geopolitikai szempontból, hiszen a műsorunk elsősorban arról szól, akkor azt tudom mondani, hogy geopolitikai oldalról vizsgálva rendkívül fontos helyet foglal el Románia, és ezt pontosan tudja a NATO, pontosan tudja az Európai Unió, tökéletesen tisztában vannak ugye az amerikaiak ezzel a kérdéssel, tehát tulajdonképpen találkozott az a román vágy, hogy nyissanak nyugat felé, azzal az amerikai elképzeléssel, hogy ezt a területet lezárják. Tehát a lezárás azt jelenti, hogy a Földközi-tenger felé, mediterrán régió felé tulajdonképpen egy kiáratot képez Románia, meg hát ott van a Fekete-tenger is, és azzal, hogy az amerikaiak irányába nagyon gyorsan váltottak, ők először próbáltak Franciaországgal szövetkezni, aztán Olaszországgal próbáltak, nem nagyon jött be. Hát eleinte ugye az volt, hogy akkor Magyarországgal csatlakozáshoz kellettek ugye a megállapodások, Magyarországgal rendezik, viszont rendezték, román-magyar szerződés megszületett, de úgy voltak ezzel, hogy eredetileg azt mondták, hogy Románia nyugati közeledése Magyarországon keresztül történik. Tehát ahhoz nekünk jóba kellene magyarokkal, hogy mehessünk nyugatra. És aztán végül támogattuk is a csatlakozást. Támogattuk, tehát Magyarország részéről korrekt külpolitika volt Románia irányába. Támogattuk, érdekünk is volt. Meg hát az ottani magyarok szempontjából sem mindegy, hogy most hova tartoznak és milyen szinten. De aztán a román vezetés, ami hát időnként a nacionalista vonalnak a igen pregnáns képviseletét valósítja meg. Azt lehetett látni, hogy ők úgy gondolták, hogy az ő szövetségesük, az elsődleges szövetségesük nem Európában van, hanem Amerikában van. És itt a vágy, meg az amerikai elképzelés is találkozott egymással. Találkozott egymással abból a szempontból, hogy Kelet-Európa helyzete megváltozott, és tulajdonképpen, hogyha a Balti tengertől
Lengyelországon keresztül haladunk délfelé, ez a tengeri vonalak, ugye, ez a keleti vonal, akkor tulajdonképpen két fontos ország van, az egyik Lengyelország, a másik pedig Románia. És ezt az amerikaiak... De amerikai szempontból, módon, katonai igen, szempontból? Igen, igen, geopolitikai szempontból. Ezt a románok nagyon jól kihasználták, és igyekeztek az amerikai részéről mindent felállni. Tehát az amerikai részéről különböző igények fogalmazódtak meg, mondjuk akár a Fekete-tenger használatát illetően, román haditengerészeti fejlesztését illetően, új terület kiképzés, románoknak nagyon jó kiképzési bázisa vannak, kiképző bázisai vannak, amit az amerikaiak is, meg általában nyugatiak is használnak. Most már korábban hozzánk is jártak, de most már inkább oda járnak, olcsóbbak, mint mi vagyunk. Nálunk ugye elsősorban a Bakonyba mentek a Várpalota környékén, viszont kiváló bázisaik vannak a románoknak, például Szeben környékén, komoly hegyi kiképző bázisok vannak, lőterek vannak, amiket a nyugatiak kihasználnak, és akkor ide jönnek egy más környezet, és itt hajtanak végre gyakorlatot, plusz ugye az amerikaiak. Na most a rakétavédelmi rendszer, amit ugye Európában az amerikaiak kezdtek el telepíteni, illetve hát egyáltalán kialakítani a koncepciót, amit átvett a NATO egyezetben, nyilván nem saját kezdeményezése, hanem amerikai nyomásra. Ennek ugye két fontos bázisországa, Lengyelország és Románia. Románia területet ajánlott fel az amerikaiaknak, kiképzési lehetőséget ajánlott föl, és tulajdonképpen amerikai csapatok is tartózkodnak Romániába. Érdekes, hogy a volt keleti országok között, hát most már nem csak ők, mert a lengyelek is, de Románia az, aki azt mondja, hogy nagyon szívesen fogadnak be akár amerikai bázisokat, legyenek náluk, sőt kérték, hogy legyenek náluk, és azzal indokolják, hogy a biztonságuk szempontjából jó lenne, ha itt lennének amerikaiak. Ellentétben mondjuk például egy-két közép-európai országgal, ide sorolnám Magyarországot, meg Szlovákiát, akik viszont nem ezt mondják, ami nem is olyan nagyon jól esik, hogy egyébként az amerikaiaknak. Lengyelország ezzel való megint kivétel, mert ők is azt mondják, hogy telepítsenek oda amerikai erőket. Vannak hát, mert túl közel vannak az oroszok nyilván, és ez... Nyilvánvaló, nekik más a geopolitikai fekvésük. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy Lengyelországnál is, hogy azt mondták, hogy akár atomeszközöket is hozhatnak Lengyelország területére az amerikaiak. Ha igényt tartanának rá az amerikaiak, akkor szerintem Romániába is felajánlanák számukra ezt a lehetőséget. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a terület meglehetősen nagy, szép, nagyon szép, különösen mondjuk az erdélyi rész. Ásványkincsekben, hogy az elején említette, nyilván gazdagok, tehát sok minden van. Más kérdés az, hogy nem használják ki azokat a lehetőségeket, amiket ki lehetne használni, illetve rablógazdálkodást folytatnak sok szempontból. Tehát amikor mondjuk egy település szélére oda telepítenek mondjuk egy füstölgő kéménnyel rendelkező erőművet, és ömlik a tisztítatlan füst az erdő felé, meg a települések felé, hát ezt nem most csinálták, hanem a Ceausescu időszakban, de elég sokat csináltak, amivel a környezetet amennyire lehetett, azt próbálták rombolni, különböző gátakat építettek legszebb helyekre, tehát ez mondjuk régen volt a Ceausescu írjában, ma már ez másképpen működik. Ugyanakkor lehet látni azt, hogy nem csak Erdélyben, hanem máshol is vannak a Romániának olyan gyönyörű természeti szépségei, mint például a Duna-Delta, ami kevésbé ismert. Én jártam ott többször is, megnéztem. Természetvédelmi terület. Hát nem csak természetvédelmi, tehát világörökség része. Fantasztikus szép. Egyébként az a déli rész nagyon szép, hát meg ott van a tengerpart, de azt kell mondani, úgy tudom, hogy nem. Konstanca talán az egyetlen komoly tengeri kikötőjük, ugye? Konstanca nem egyetlen, de az a legnagyobb. Az a legnagyobb. Ott van a haditengerészeti bázisuk, elég erős haditengerészetük van a románoknak. Van ott végig Mamaja is végig a tengerparton. Az az igazság, hogy annak idején még a Ceausescu irába volt egy olyan gondolat, hogy a
dolgozókat el kell vinni pihenni a nyári szabadság alatt. Na most ehhez építettek ilyen szociál üdülőket. Tudjuk, milyen náluk is volt ilyen. Még mindig maradt egy-kettő, de már nem sok van. Átépítették, lebontották, más szélhasználják. Náluk ezeket privatizálták, és hát valamit felújítottak, valamit nem. Amit nem, az olyan, amilyen volt annak idején. Hogy ne részletezzem, jó sok beton van benne. És tulajdonképpen a tengerparti rész az szinte teljesen be van építve. És itt nyilván elsősorban üdülésre használták ezeket a dolgokat. Már a 80-as években komoly nyugati tőke áramlott egyébként a román tengerpartra. Nagyon komoly szállodaláncok voltak ott Mamaya Beach környékén. És nem is olcsók. És nem is olcsók. Nem is olcsók. Én megnéztem, hogyan lehetne oda elmenni. Hát sajnos az infrastruktúra nem jó, tehát közlekedés szempontjából nem jó, mert a Bukarestből egy út vezet a Sestráda, és hát elég hosszú idő kell, míg csak Bukarestből odaér az ember. A másik dolog pedig az, hogy ha már egy kicsit lejjebb megy az előbb tárgyalt ország, Bulgáriára, hát ott az aranypart nem is hasonlított össze. Tehát ég is föld a román életre. A románok is lejárnak természetesen, aki megengedheti magának a bolgár tengerpartra. Hát meg délebre is van, nem sokkal van délebre, de ki van építve nagyon szépen. Romániában ez nem történt meg, mert ez meg be volt építve olyan házakkal, amiket ma már nem szívesen látogatnak azok, akik szabadságra mennek, pláne azon az áron, ez a vasbeton, szociál építészeti szörnyek. Más a tengerpartnak a sajátossága, igen. Tehát a bolgár az sokkal szebb. Na most az igazság az, hogy Románia területén azért vannak gyönyörű helyek, ahol el lehet menni, és hát most nem csak a geopolitikáról kell beszélni, hanem mindenképpen Románia kapcsán meg kell említeni ezt a közel másfélmilliós magyarságot, amely ugye Szórványban él egy része, két területen, Tömbe, Hargita és Kovászna megyében élnek a magyarok. Hát itt azért vannak viták, szóval itt mindkét fél elég sok hibát követett el. Az én megítélésem szerint például az nagyon helytelen volt magyar részről, hogy megosztották a pártokat. Tehát amikor az RMDSZ-ből csináltak, még legyen egy néppárt, az egy teljesen értelmetlen dolog, és kontraproduktív tevékenység meggyengítették volt. Meggyengítették a magyar képviseletet. Igen. Ma lényegesen kevesebb magyar képviselő van a román parlamentben, mint korábban volt. És hát azt is lehet látni, ugyanakkor, mint pozitív eredmény, hogy a magyarok, ott élő magyarok meglehetősen sok segítséget kaptak Magyarországtól, gazdasági szempontból is, oktatás szempontjából, ami nagyon lényeges kérdés, hát tulajdonképpen Magyar Egyetem, ugye, nem volt könnyű megalakítani, mert a románoknál azért hát nem mai napig vitatott, hogy mennyire tekinthető ez a Babes-Bolyai Kolozsvári Egyetem Magyar Egyetemnek. A románok nem engedik, a románok azt akarják, hogy legyen magyar vegyes. Egyetem, hanem így legyen vegyes. Iskoláknál is én egyszer felvetettem az egyik. Vannak szakjai, de ez nem magyar. Egyik képviselőnek felvetettem azt, hogy miért nem lehet közösen csinálni. Tehát iskola magyar, román együtt, egy iskola is fogyjon mind a kettő. Azt mondja, ha ilyet kérdezel, akkor neked fogalmat sincs az itteni helyzetről, azt pontosan meg tudom állapítani, ez nem működik. Mert ettől kezdve, hogy nem tiszta magyar, attól kezdve eleve történelmet csak román nyelven lehet tanulni, csak román történelmet lehet tanulni, tehát tulajdonképpen nem igazi magyar, nem úgy működik, mint máshol, ahol van ilyen, meg olyan, meg amolyan osztály, itt nem így működik. De az itt, a probléma, itt meghatározó román, tehát külön kell, egyetemet is külön kell. Nem akarok itt különösebben nagyon nemzetiségi indulatokat kelteni, de szóval azt meg kell állapítani, hogy ugye alig egy év múlva lesz a trianoni békeszerződés 100 éves évfordulója, és Románia szinte soha nem tartotta be a békeszerződésben vállalt nemzetiségi szigorú nemzetiségi feltételeket, annak ellenére többször is szigorú nemzetközi figyelmeztetéseket kapott, többször is megígérte, ígéreteket tett, de sohasem tartotta be ezeket az ígéreteket. Hát a gyulafehérvári nyilatkozatot, amit aláírtak, azt gyakorlatilag nem tartották be, szinte semmit nem tartottak be belőle, és hát látszik, hogy Románián belül is elég nagy viták vannak, és ebben benne van nyilván a magyar nemzetiséggel kapcsolatos probléma. Egyébként nem csak magyar nemzetiségű, élnek ott ukránok is, élnek ott bolgárok is, tehát több nemzetiséget látunk ott, és azt lehet látni, hogy nincsen egységes álláspont. Ugyanakkor azt is meg lehet állapítani, hogy a gazdasági területen azért nagyon sokat fejlődtek.
azokat a pénzeket, amiket az Európai Uniótól kaptak, igyekeztek fölhasználni, nem mindig jól. Magas szintű volt a korrupció, hát nem biztos, hogy a múlt idő az helyes kifejezés, de azt is lehet látni, hogy viszont nagyon sok eljárást indítottak a korrupció témakörben, tehát ugye miniszterelnököt is zártak már be, több miniszter zártak már be. Van egy nagyon kemény főügyész asszonyuk, aki sorra rendre zárja be a vezető politikusokat. Igen. Kőkemény büntetéseket kapnak, és hát rettegnek is tőle, mondjuk föl is merült az Európai Uniós főügyészé jelölése, amit Románia vétózott meg. Románok nem akarták, hogy legyen hát uniós főügyész. A román politikai balethoz hozzátartozik az, hogy az államfőnek ugye nagyon nagy a hatalma, tehát nem olyan, mint többi országban, ami azt jelenti, hogy az államfő és a miniszterelnök között, amivel nem is egy párthoz tartoznak, nincs kifejezetten harmonikus együttműködés, és most nagyon udvarias voltam, egymásnak betartanak ott, ahol tudnak. Régi ügyeket időnként fölmelegítenek, belső viták vannak, pártok között is meglehetősen sok vita, ami nem rossz, meg kell nyilván vitatkozni, de hát azért azt lehet látni, hogy nem mindig viszik előre ezek a viták a fejlődést. Ami pedig mondjuk a nemzetközi együttműködést illeti, sok helyen azért nem szeretik a románokat, mert rengetegen dolgoznak külföldön, tehát nagyon nehéz a megélhetés. Sokan elmentek külföldre, bizonyos nemzetiségnek a tagjai tömegével mentek Nagy-Britanniába, Írországba, Spanyolországba, Olaszországba, táborokat hoztak létre különböző helyeken, ami az egész ország megítélését nyugaton nagyon negatívan érintette, és ebből adódóan, hát mondjuk a Brexit esetében is, ugye tudjuk, hogy a Brexit az nem az afrikai, meg egyéb migránsok miatt lőtt, hanem a kelet-európai vendégmunkások miatt. Éppen mostanában olvastam egy nagyon érdekes tanulmányt ezzel kapcsolatban, hogy igencsak ellenzik ezt a sok-sok kelet-európai vendégmunkást, akik ott vannak, és tulajdonképpen ellenőrizhetetlenek, szabadon járnak, kellnek, elmennek egyik erre dolgozni, aztán utána hazamennek két hónapig, fölveszik a szociális segélyt, azt se tudják, hogy hol vannak. Tehát itt azért az briteket megkérdezik, vagy az íreket, hogy mi a véleményük a kelet-európaiakról, teljesen más mondanak, mint amit nálunk lehet olvasni. Ők ezt másképp élik meg, ezt a dolgot. Ez egyébként egy speciális brit probléma, mert egy picit én is belecseppentem ebbe annak idején egyetemista koromban. A Margaret Thatcher féle vaslédi, kemény vonalas, tulajdonképpen bezárkózó brit külpolitikának volt a folytatója, Major miniszterelnök ugyanazt az iskolát vitte tovább, és a 90-es években még teljesen lezárták a kapuikat, senkit, tehát se Afrikából, se Ázsiából, se Kelet-Európából, turistának sem, diáknak sem, senkit nem engedtek be. Rettegtek az illegális munkavállalóktól. Igen. Engem személyesen kétszer is visszautasítottak Nagy-Britanniában, amit egyszerűen, tehát hogy ma már így komikusan hat. Majd ezt követőleg történt egy komoly szociológiai felmérés, és volt egy szociológus, politológusok, aki kimutatta és meggyőzte egyébként a vezető politikusokat arról, hogyha továbbra is ezt a bezárkózási politikát folytatják, néhány éven belül olyan akut munkaerő hiánnyal és demográfiai válsággal kell szembenézniük, amit nem fognak tudni megoldani, és akkor viszont már kénytelenek lesznek szélesre nyitni a kapukat, válogathatlanul mindenfajta tömegek előtt, akár afrikai vagy ázsiai tömegek előtt is. Sokkal jobban járnak, érvelt a tudós, hogyha még mindig az azonos kultúrához tartozó kelet-európai vendégmunkásokkal töltik föl a hiányzó ugye, munkaerőt, és ez meg is történt. És akkor jött egy nagyon radikális fordulat, ugye a Tony Blair korszak idején, baloldali kormányzás, és akkor valóban szélesre tártak a kapukat az európai, a kelet-európai, a frissen csatlakozott kelet-európai munkaerő előtt, és most ez megint átcsapott, megfordult ez a tendencia, és átcsapott a másik végletből, hogy már túltelítődtek ezzel.
Igen, hát majd meglátjuk, mi lesz a Brexit után, mert akkor viszont ezeket le fogják folyamatosan építeni, illetve azt fogják beengedni, aki kell az ottani munkaerőpiacra, illetve a nemzetközösséghez tartozó országokból fognak odavinni embereket, ahol nem lesz olyan probléma, hogy nem tudnak az illetők rendesen angolul, mert ilyen gond ezekben az esetekben nem merül el. De visszatérve Romániára elég sokan voltak olyan emberek, akik kimentek nyugatra, csak azért, hogy a szociális előnyöket élvezzék, vagy olyan módon tengették az életüket, ami ott eléggé visszataszító volt. Gondolok itt a különböző kuldusokra, meg amik azért Olaszországban is, Róma környékén, a divatos kifejezéssel gazdasági migránsként viselkedtek. Így is lehet mondani, de a gazdasági migráns meg a kuldus között azért van különbség. Tehát, hogyha valaki elmegy azért, mert ötször annyit keres abban az országban, mint gazdasági migráns, az nem egyenlő azzal, aki elmegy oda, és kuldulásból tengeti az életét, mint ahogy nagyon sokan vannak is. Emiatt van fenntartása a helyi lakosoknak az adott országgal kapcsolatban, és gyorsan megtudják, hogy honnan jött. Értem. Nem feltétlen muzulmán országokból jöttek ezek az emberek, hanem sajnos Kelet-Európából. Értem. Na most, hogyha Romániában nézzük úgy egyébként a fejlődés, azt lehet látni, hogy különösen az erdélyi területen, és ebben benne van Magyarország is, mert meglehetősen sok tőkét vittünk Romániába, elég sok változás történt pozitív irányba. Infrastruktúrában még van amit csinálni, tehát a strádaépítés az nagyon lassú, főútjaik azért azt tudom mondani, hogy jó állapotban vannak. A franciák nagyon sokat segítettek nekik, és jó minőségű országos főutakat építettek. De például székelyvárosok esetében nagyon erősen érzékelhető az európai zálódás. Sok esetben Magyarországot megelőző sebességgel európaizálódnak. Hát rossz nyelvek szerint ma már nagyon sokan mennek Magyarországra oda dolgozni. Tehát a határmenti helyekről sokan mennek Romániába dolgozni. Tehát a tendencia, a korábbi trend az megfordult. Hát nyilvánvaló, hogy mindenki oda megy, ahol jobban meg tud élni, magasabb a fizetés, ez érthető. Ez Magyarországon is ugyanúgy lehet látni, tehát ebben különösebb új dolog nincsen. Szólít a műsoridőnk úgy, hogy lépjünk tovább egy határral. Ukrajna. Ukrajnában nagyon kedvező, történelminek is nevezhető változások történtek a nemrég lezajlott választások következtében. Egy Volodymyr Zelenszky nevű, egyébként jogász végzettségű humorista nyerte meg a választásokat, és lett államelnök Ukrajnában. Ami azért nagyon fontos radikális fordulat, mert megtört ezzel egy több évtizedes gyűlöletkampány, gyűlöletpolitikát Ukrajnában. Zelenszky meghirdette az egyesülés politikáját, a szeretet politikáját, ő gyakran nevezi ezt így, és a különféle nemzetiségeket elválasztó különbségek helyett az egységesülés, az egyesülés felé igyekszik terelni az országát. Nagyon fontos, hogy óriási legitimációval rendelkezik, több mint 75%-kal választották meg őt. Hatalmas pánikot váltott ki a megválasztása a regnáló politikai elit körében, nem véletlenül, hiszen ő már a kampány során nagyon komolyan hangsúlyozta, hogy ezzel nem viccel, tehát ebben nem lesz humorista, kőkeményen felelősségre fogja vonni a korrupt politikusokat, parlamenti képviselőket, kormánytagokat, sőt akár a korábbi miniszterelnököt és államelnököt is. Nagyon érdekes az orosz viszony, Putyin elnök nem gratulált Zelenszky megválasztásához. Nagyon érdekes az, hogy mit várhatunk a nemzetiségek helyzetét illetően, hiszen Ukrajna sohasem volt nemzetállam, rendkívül sok és nagyon nagy mennyiségű, nagyon nagy létszámú nemzetiség él Ukrajnában, többek között magyar kisebbség is, de nagyon jelentős számú orosz kisebbség, ruszin, román, moldován és még szlovák és még nagyon sok más kisebbség. Mit várhatunk az új korszaktól? Mi történt és mi fog történni? Hová tart Ukrajna? Úgy érzem, hogy ez a választások mérföldkövet jelentenek Ukrajna történetében, és már ideje is volt egy ilyen váltás megtörténtének. Tulajdonképpen, ha ránézünk az ország térképére, hatalmas terület, kevesebb lakossággal, tehát 30 millió körül van az ukrajna lakossággal, jóval több ember elférne ezen a területen. Úgy egyébként a
geopolitikai fekvése az, mint ütköző övezet a nyugat és a kelet között rendkívül fontos mindkét félnek, tehát Oroszországnak is, és a nyugatnak is, és egyáltalán nem mindegy, hogy melyik félnek van nagyobb befolyása az ország életére. Hát, tudjuk, hogy az orosz-ukrán viszony az utóbbi időben elsősorban az előző ország vezetésének hibája miatt, de persze nyilván az orosz érdekek akár katonai erővel történő érvényesítése miatt is meglehetősen rossz volt, és hát ezen még változás nem történt. És tulajdonképpen azt is lehet látni, hogy a nyugatiak viszont nagyon sok támogatást adtak Ukrajna részére. Hadseregét nagyon komolyan fejlesztették, sok támogatást kaptak amerikaiaktól, nyugatiaktól általában. Azt lehet mondani, rá is fért az ukrán hadseregre, de hát tulajdonképpen nem egy régi államról van szó. Hát a Szovjetunió szétesése után alakult ki. Na most itt azért valahogy emberileg meg kell érteni azt, hogy nacionalizmus. Tehát nekünk, ukránoknak. És ezzel a nacionalizmus fegyverével élt az előző elnök, összeveszett majdnem mindenkivel, meglehetősen agresszív politikát folytatott a szomszédokat illetően, ugyanakkor lehetett azt látni, hogy a nyugat felé viszont igyekezett egy nagyon szép arcot mutatni, amire többen ráharaptak a nyugati országok részére, különösen az amerikaiak, mert ugye számukra fontos az, hogy Ukrajna nyugathoz és ne Oroszországhoz tartozzon. Ugyanakkor azt is lehet látni, hogy várjuk még meg, hogy ennek mi lesz a vége. Igen, ígéretesek azok, amit a Zelenszky mondott, és tulajdonképpen, hogyha sikerül neki belátható időn belül azt elérni, hogy Kelet-Ukrajnában megszűnjenek a ellenségeskedések, a harctevékenységek, akkor egy óriási eredményt ért. Nagyon érdekes gesztus tett ugye a kelet-ukrajnai orosz kisebbség felé. Kettős állampolgárságot ajánlott föl nekik, illetve azt mondta, hogy ugyanúgy szeretik őket, és ugyanúgy az ország részének tekintik őket, mint na, hogyha ez bejön, akkor egy másik Ukrajnával kell számolnunk. Tehát ennek igen fontos jelentősége van. Nem beszélve arról, hogy ha az oroszokkal rendeződik a viszony, akkor azért az gazdaságilag is sokat jelent, mert azért a gazdasági kapcsolatok lehetnének Oroszország irányába is sokkal jobbak, ami Ukrajna szempontjában nem közömbös. És nekünk magyaroknak sem közömbös egyáltalán, hogy háború dúl-e a szomszédunkban, vagy pedig béke van, egy gazdaságilag stabil, prosperáló, nyugatorientált, egyre inkább demokratikus fejlődési folyamatban egyre inkább előre haladó Ukrajna, a partnerünk, a szomszédunk, vagy pedig ennek az ellenkezője egy anarchiába torkoló. Igen, és ebben nagyon lényeges kérdés az, hogy ez a buta nyelvtanében, mert másképp nem tudom ezt minősíteni, meg kellene, hogy szüntessék, csak hát sajnos pont a választásokat követően még az előző főnök, az előző vezető átvitte a parlamenten, és ezt elfogadta a parlament. Várom, beszélünk, igen, ugye? Várom, hogy mikor törlik ezt el. Ma eltörlik, akkor azért sokat fog változni a helyzet. Nem csak Magyarország vonatkozásában. Igen, ez igen, nem persze. A magyarok ellen nem, ez az oroszok ellen volt alapvetően. Az más kérdés, hogy nyilván érinti a magyarokat, érinti a románokat, meg minden nemzetiséget, de hát manapság már a 21. században ilyen kérdésekről beszél, hogy milyen nyelven beszélsz, és hogyha neked van egy anyanyelved, akkor azt nem használhatod, szóval az elég furcsa hangzik. Lehet, hogy ezt sokan nyugaton, vagy akár Amerikában meg se ért. Nem is értik nem meg. Nem értik, miről az? És spanyol vagyok, és nem beszéltem spanyolul. Ez az előző politikai nomenklatúra Ukrajnában még egy nagyon erősen kommunista jellegű, vagy posztkommunista nomenklatúra volt, és tulajdonképpen nagyon ideje volt már annak, hogy ez elmenjen a levesbe. Még az sincs kizárva egyébként, hogy Poroshenkót és bandáját keményen felelősségre fogják vonni korrupciós ügyekért. És ha hiszem, nem, akkor szervezkednek, mert ugye azért van ott a Poroshenkónak egy nagyon komoly csapata, akik azért csak mellette vannak, és nagyon nem tetszik nekik, hogy ezt a választást, bár sokat tettek annak érdekében, hogy megnyerik, de nem sikerült. És az a iszonyatos magas támogatottság, amit a lakosság részéről kapott az új vezetés, azért az nem semmi. Tehát azért nem is nagyon láttam ilyet mostanában.
hát Észak-Koreában talán, de az egy más helyzet, de kettőt nem hasonlítanak. Nem, mert itt azért csak szabad választások kell beszélni. Szabad választás volt, itt, úgyhogy ez... Számomra ez azt kommunikálja, hogy az ukrán nép megelégelte a gyűlöletpolitikát, megelégelte a háborút, megelégelte a szenvedést, megelégelte a megosztottságot, és minden korábbinál nagyobb a békére és a demokratizálódásra való vágy, és a tiszta politikára való vágy. Na, ezt akartam mondani, a korrupció. Tehát iszonyatos magas volt a korrupció, tehát hogyha az ellen is tudnak valamit tenni, akkor Ukrajna megindul egy teljesen másik úton, mint ami eddig volt. Hát ezt szívünkből kívánjuk a szomszédos ukrán népnek és Ukrajnának, és szívünkből kívánjuk Volodymyr Zelenszkijnek, és hogy sikeres politikát folytasson. Kis Benedek József nemzetbiztonsági szakértőnek köszönöm a mai beszélgetést. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinknek pedig köszönjük figyelmüket, elbúcsúzunk Önöktől, további szép napot és szép estét kívánunk, várjuk Önöket a képernyők előtt jövő héten újra, itt leszünk, a viszontlátásra!